Kisteleken lépett fel a Continental Singers Continui csapata. A koncerten stábunk is részt vett. A Szent István Király templomban lépett fel a Magyar Continental Singers Continui csoportja. Az együttes Én vagyok címmel egy igen látványos színpadi programmal érkezett Kistelekre. Harmat József itt köszöntötte a résztvevőket. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt Kisteleken. Újra itt van a Continui, mint tavaly. Ők már megérkeztek ide délután. A templomban annyi mindent tettek azért, hogy aki itt van most a padokban, az olyan lelki élményt kapjon, ami a hitünket egy kicsit előre lendíti, fölbesülti. Ez nem pusztán egy hangverseny, ez egy evangelizáció, ahol Jézusról hallunk, ahol olyan énekek szólalnak meg, hogy a hitünk milyen irányban van, hogyan éljük az életünket, milyen értékek szerint éljük az életünket. Ezek a fiatalok erre mutatnak rá. A nagy szükség van a világban, hogy ők járják az országot, és ébresszék az emberek hitét, mert Szent István Király országában ez a hit meggyengült. Nekünk van tennivalónk, örülök, hogy ők teszik a dolgokat, és itt vannak újra Kisteleken. Remélem, hogy ebben az órában rátalál mindenki erősödő hitére. Jó szórakozást és lelki élményt kívánok mindenkinek. Majd Fehérné Németh Klára, a koncert szervezője folytatta. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és tele van a szívem örömmel, mert amikor ma délután leszakadt az ég, és az isteni áldásban volt részünk az eső által, nem tudtam, hogy mire számíthatom majd az estét illetően, és nagyon-nagyon boldog vagyok azért, hogy ennyien összegyűltünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok, és itt vannak mindannyian. Úgyhogy bízom benne, hogy senkinek nem fog okozni csalódást a mai este. Én nem szeretnék túlságosan sokat beszélni, de azért valami van a szívemben, amit szeretnék megosztani az életemből. A mai estének a mottója a Continui koncerttel kapcsolatban az, hogy én vagyok. Ezt Jézus mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és szeretném megosztani az életemnek egy cikket és szeretét, amit ahogy én megtapasztaltam ennek a Vagyok Istennek a létezését, a koncertre készülve, és egy bibliai verset hoztam ezzel kapcsolatban, ami így szól a Máté Evangéliumából, a 10. versből, a 10. rész 42. verse, így szól, hogy és aki inni áll ennek a kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, hogy el nem veszett jutalmát. És az én életemben ez olyan módon valósult meg, hogy én is ugye készültem az idén erre a koncertre, most már második ízben, és a nyaromban egy kicsit kevesebb volt most a szórakozás, meg a kikapcsolódás, és több volt a tennivaló és a munka, és ez valamilyen módon a koncert miatt is volt, de ez egy örömteli munka volt, de azért mégis volt bennem egy kis hiányérzet, vagy egy várakozás, hogy Istenem, én odaadtam a nyaramat neked, azért, hogy ez a koncert megvalósulhasson, és te azt mondtad az ígéretedben, hogy ha egy pohár vizet adok egynek a kicsinyek közül, akkor jutalmat fogok kapni, és volt bennem egy ilyen kis várakozás, hogy Istenem, mi lesz az én jutalmam, hogyha ebben a munkában részt veszem, mert én valóban ebben a szolgálatban most munkálkodom, hogy a tízincseleket vendégül lássuk, és hogy jól tápláljuk a koncert előtt is, meg után is. És ahogy ez a vágy ez úgy fölcsillant az én szememben, másnap egyszer csak történt egy csoda az én életemben. Megszólalt a telefon, és a telefonon keresett bennünket a lányomnak a barátja, akivel már együtt élnek egy idő óta, és az volt az én szívem vágyom már régóta, hogy Istenem, kérlek segíts abban, hogy ők is olyan rendezett életet éljenek párkapcsolatokban, ahogy te elrendelted a házasságokat. A szentségét, és hogy ad meg kérlek azt, hogy ez a vágyam megvalósul, mert már régóta imádkoztam ezért a vágyamért, és mikor föl volt ez a gondolat volt bennem, hogy Istenem, mi lesz az én jutalmam, hát az volt az én jutalmam, hogy másnap megkérték a lányomnak a kezét, ami egy hatalmas nagy boldogság számomra. Tudom, hogy másnap lehet, hogy ez egy hétköznapi dolog, de nekem ez egy ima meghallgatás volt, amiért közben jártam már régóta, úgyhogy ilyen Istenünk van, ilyen az a Vagyok Istenek, és hiszem azt, hogy nem csak az én életemet áldja meg, nem csak azok,
imádságom, hanem mindazokért, akik ebben a koncertben tevékenykednek, mert nagyon-nagyon sok háttérmunka van, akik segítik ezt a munkát. Én csak az összefogója vagyok ezeknek a szállatnak. Nagyon-nagyon sok szorgos, kéz és jó akaratú ember van, akinek hálával tartozok, és én hiszem azt, hogy Jóisten megállja az ő munkáját, az ő odaszállását, és hiszem azt is, hogy akik itt vannak, és mindezeknek a hallgatói, azoknak is az életére rába szállnak az áldása, és jó szórakozást kívánok ehhez. Köszönöm szépen. Antal Csilla, a csoport vezetője, osztotta meg gondolatait a közönséggel. Az előző jelenetben szerettük volna itt bemutatni Jézusnak azt az oldalát, aki vár, amit énekeltük előző dalban is, hogy jó atyám, te vártál rám. A Bibliában találunk egy ilyen mondatot, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezt Jézus mondja a tanítványainak, amikor egy egész napos tanítás után átküldi őket, és mondja, hogy szálljatok hajóban, és menjetek a másik partra. És ő felment imádkozni addig. És a tanítványok így tettek, ugyanakkor közben nagy vihar támadt, és egészen féltek. És egyszer csak azt látják, hogy valaki megy hozzájuk, tart feléjük. És nagyon megrémültek. Meg se fordult a fejükben, hogy ki lehet ez. Azt hitték, azt írja a Biblia, azt hitték, hogy szellemet látnak. És megjöttek. És ez a lány itt középen, valahogy amikor én néztem, amikor először láttam, akkor csak annyit láttam rajta, hogy fél. Hogy össze van zavarodva, nem találja a helyét. És egy folyamatos aggódás, egy folyamatos stressz, félelem uralkodik az életén. És nem tudom, mennyire sikerült átérezni a darabot olyan értelemben, hogy mennyire tudtátok magatokat a lányaivé képzelni. Mert szerintem az életünkben mindig van egy terület, van egy szituáció, ahol félünk, ahol aggódunk, ahol nem tudjuk, hogy mit tehetnénk. És ez a lány ugyanígy volt, csapongott össze-vissza. Több utat bejárt, több lehetőséget ki akart próbálni, de valahogy egyikben se találta a helyét. A dal, ami alatta ment, arról szólt, hogy dicsérlek a viharban. Dicsérlek a szélvészből, nem számít hol vagyok, nem számít ki vagyok, kivel vagyok. Dicsérlek. Ezt ti is ki tudjátok mondani, amikor az életetekben történik valami, és csak azt érzitek, hogy minden zavaros, és minden nehéz, és azt érzed, hogy egyedül vagy, akkor ki tudod maga biztosan mondani, hogy Istenem, én akkor is dicsértek. Mert a tanítványok nem tudták. Nem tudták azt mondani, hogy ó, nem félünk, sőt, rettegtek. Pedig előtte rengeteg csodát átéltek már az Istennel. Rengeteg mindent megéltek, láttak, tapasztaltak. Jézus olyan elhívást adott nekik, olyan közelségben volt velük, és még mindig kételkedtek. Még mindig folyamatosan próbára tették. Kérdezgették, hogy valóban te vagy az. És Jézus csak ennyit mondott, hogy én vagyok, ne féljetek. És én hiszem, hogy ma ezt üzeni. Ott áll előtted, kinyújtott kézzel, és azt mondja, hogy én vagyok, ne félj. Mert már a neveden szólítottalak, és ez örökre enyém vagy. És már annyi mindent tettem az életedben. Már annyi mindenre elhívtalak, már annyi csodát, annyi isteni, amit adtam neked, és még mindig kételkedsz. És ezt nem azért kérdezi, hogy utána jól lesz, ugyanis meg azt mondja, hogy én már pedig megmondtam, és már megint milyen rossz voltam, már megint nem csináltad jól, nem ezért mondja, kérdezi. Egyszerűen csak szeretné, hogyha végre elhitt azt, hogy az övé vagy, hogy egy gyermeke vagy, ő a te jó atyád. És arra vár, hogy ez belásd és elfogad.
hogyha az Isten gyermeke vagy, az jelent valamit. Az azt jelenti, hogy az örököse vagy. Az azt jelenti, hogy szeretve vagy, hogy nem vagy egyedül, hogy mindig valaki támogat, hogy mindig ott van veled a viharban, és akkor is, hogyha éppen napsütéses idő van, és azt mondja, hogy lesz egy jó napod, mert rengeteg csodát tartogatok a számodra. A kérdés az, hogy elfogadod-e, és hiszed-e azt, hogy nem félj. Én vagyok. Ez a kijelentés két szó, de annyi mindent tartalmaz, és annyi mindent jelent. Egy másik kifejezést használ sokszor a Biblia, hogy én vagyok az Úr. Sokszor csak így oda teszi az ige versek, vagy a részek végére. Semmiféle magyarázattal. És ez azt jelenti, hogy nincs kérdés. Ez egy biztos kijelentés. Én vagyok az Úr. Legyőztem a halált. Meghaltam a te bűneidért. Ne kételkedj. Ne félj. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. És nem kell bejárnunk ezeket az utakat. Nem kell a lányom utakaiban élnünk olyan értelemben, hogy nem kell várnunk, hogy elfogadjon a világ. Nem kell várnunk, hogy beálljunk a sorba. Hát, ha akkor majd, ha úgy csinálok, mint ők, ha úgy mosolyogok, mint ők, akkor majd biztos befogadnak, akkor biztos boldog leszek, és egész lesz az életem. De elég egyetlen egy rossz mozdulat, egy rossz szó, és már azt mondják, hogy nem tartozol hozzánk. Az Istennél ilyen nincs. Soha nem fogja azt mondani, hogy most nincs rád időm, vagy amúgykor hibáztál, és szóltam, és mégsem hallgattál rám, és ezért ne beszélj. Mindig ott van, és kinyújtja feléd a kezét, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy. Gyere, mondd el, mi a baj. Vártalak, mert szeretlek. Úgyhogy erre bátorítok mindenkit tényleg, hogy higgyük el azt, engedjük, hogy az Isten szeresse, és megmutassa, hogy a viharban is ül az Úr, és nem kell félnünk. Prágában járt a Bába Bukra néptánc csoport. Szatmár Évát és Kalmár Gergőt kérdeztük a tapasztalatokról és az ott szerzett élményekről. Prágában járt a Bába Bukra néptánc együttes, erről is, hogyan is élte ezt meg az egész együttes. Kérdezzük Szatmár Évát és Kalmár Gergőt, köszöntelek benneteket. Ugye jártatok itt nálunk, amikor mi készültetek Prágában. Kicsit beszéljünk is arról, hogy utána mi is történt és hogy is jutottatok ki. Igen, Dudás Bence kollégámmal jártunk ugye itt, ő sajnos nem tudott végül velünk jönni. Gergő meg a főszervezője a dolgoknak, ő tartotta össze az egész szervezési részét, hogy arról ő majd többet tud beszélni. Igen, akkor úgy voltunk itt, hogy szeretnénk menni, és hogy a gyerekek is nagyon lelkesek, a szülők is támogatóak voltak, és hál' Istennek sikerült eljutni. Ugye akkor kerestünk támogatókat, akik az úti költségünket fedezték végül, és ez is sikerült, hogy igazából teljességében egy nagyon pozitív hozzáállás volt mindenki részéről, és mi meg nagyon jól éreztük magunkat ott. A támogatókat, hogyha szabad, akkor én azt elsorolnám. Ugye elsősorban a művészeti iskolának és a művészeti iskola vezetésének köszönjük, hogy teljes mellszélességgel támogatták ezt az ötletet, amikor így kipattant a fejünkből. Azon kívül a két város, ugye Kistelk város és Balázscsa polgármestereinek nagyon szépen köszönjük, hogy ők megtámogatták egy-egy járművel a mi utunkat. Ugye a két településtől buszt és egy 9 fős autót kaptunk. És akkor én itt puskáznék egy kicsit, hogy senkit ne hagyjak ki. Tehát a Waffer Kft-től Tóth Ferencnek, a kígyó gyógyszertártól dr. Szigetiné dr. Szilágyi Ildikónak, a C Univerzál áruháztól Cékus Jánosnénak, az Onyx Szépségszalomból Molnár Gábornak, a Házépítők áruházából Kosztinné Vastag Andreának, a Pignicki és Társa BT-től Pignicki Sándornak, és a Délgazda mezőgazdasági szaküzlettől ifjabb Bartusz Tibornak. Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy segítették az utunkat.
Én annyit azért pontosítanék azon, amit Éva mondott, hogy főszervező én csak a Kistelki részről vagyok, tehát ez az egész fesztivál ugye egy csongrádi székhelyű iroda, a Múzsa Fesztivál szervező irodának a rendezvénye, és ők Európa szerte szerveznek ilyen összművészeti fesztiválokat, ahol nem csak néptánc együttesek, hanem kórusok, fúvózenekarok, és igazából mindenféle művészeti ágokból jöhetnek fellépők. És most is ez volt, tehát itt Prágában több mint 20 csoport vett részt ezen a kétnapos fesztiválon. Itt is voltak néptánc együttesek, Magyarországról is volt, több nagyon sok ismerőssel is találkoztunk, illetve új ismerettségek is születtek. De voltak lengyelek, törökök, litvánok, akik néptánc együttesek, de modern tánc együttesek, kórusok, fúvózenekarok, tehát tényleg mindenféle szegmenséből a művészeti életnek jöttek fellépők. Ami olyan szempontból nagyon jó, hogy egyrészt nem szűkül be egy művészeti ágra, nagyon sok minden élménnyel gazdagodhatnak az egyes csoportoknak a résztvevői, illetve a közönségnek is egy nagyon változatos programot jelent. Tehát egy nap volt 12-13 fellépő, tényleg egy nagyon magas színvonalú és változatos műsort láthattak az emberek. És ami az érdekessége, például a mi szempontunkból, hogy ugye, mint említettem, több országból is jöttek néptáncegyüttesek, hogy habár ugyanaz a célja, hogy ápoljuk, őrizzünk a hagyományainkat, színpadra állítsuk, bemutassuk, hogy mennyire másabb egy-egy országnak a módszere erre, illetve maguk a megélése a néphagyományainknak is. És hát persze minden szerintem maga felé hajlik a keze, meg mindenki szereti a sajátját egy kicsit különlegesebbnek látni, de tényleg azt láttuk, hogy a magyar néptáncra, a magyar népzenére valahogy a közönség, legyen az bármilyen nemzetiségű, sokkal jobban felkapta a fejét, sokkal jobban megmozdult rá kezelába. Tehát tényleg egy nagyon jó élmény volt, én úgy gondolom, a gyerekeknek is. Hogyan is élték meg a gyerekek? Mik voltak a tapasztalatok? Hát nagyon reméljük, hogy nagyon jól. Akkor úgy tűnt, hogy nagyon jól élték meg. A hosszú utat is, mert azért autóztunk elég hosszan. És szerencsére ugye két napos volt a fesztivál, de mi egy napon léptünk fel, tehát maradt időnk arra is, hogy egy kicsit Prágával megismerkedjünk, és reméljük, hogy ez is tetszett nekik, mert nagyon szép helyen jártunk, ez tény. Úgy értünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és hát tervezgetjük a jövő évet. Hogy hát, ha sikerül most máshova eljutnunk, ez így felmerült, aztán majd, hogy mi lesz belőle az a jövő titka. A gyerekek biztos vagyunk benne, hogy jól érezték magukat, és egy ilyen fesztivál tényleg nem csak a fellépésről szól, hanem arról, hogy ez egy nagyon jó közösség kovácsoló program. Tehát ugye eleve már a buszban odafele, visszafele több mint 10 órán keresztül össze vannak zárva az emberek, ami persze okozhat problémákat is, de meg is oldhat problémákat, van idő megbeszélni dolgokat, de az, hogy ott vagyunk napokig együtt, és igazából vannak szabad programok kötetlenek, bár mondjuk a városnézést azt elég jól megszerveztük, meg beosztottuk nekik, de tényleg lehet egy kicsit olyan dolgokra időt szánni, ami az évközbeni próbákon nem feltétlenül van, tehát tényleg a közösségnek az építésére, egymással való foglalkozásra. És amit említettem, hogy nagyon sok együttes volt, és ugyanabban a szállodában voltunk elszállásolva, kapcsolatépítésekre, ismerkedésekre, és ez egy nagyon jó lehetőség. Ugye július 1-én tartották első alkalommal a Nemzetközi Folk Fesztivált. Erről mit tudhatunk, hogyan is sikerült, és mik a tervek a jövőre? Balázs Ján a rendezvényszervezőt keresték meg az ötlettel, hogy helyet kerestek külföldi táncegyütteseknek a fellépésre, és szerencsére kapott az alkalmon, és így sikerült Balázs Jánra elhozni 3 külföldi együttes, pontosan 2, csak az egyiknek 2 csoportja jött. Tehát először úgy volt, hogy lengyel, török és cseh csoport jön, és a törökök végül nem jutottak el, de a lengyelektől 2 korosztályos csoportjuk is volt. Hát szerintem egy nagyon jó sikerült nap volt. Sajnos az időjárás azért ott beleszólt rendesen, mert jó nagy zuhét kaptunk a nyakunkba, de már sátor alatt volt mindenki, mire elkezdett esni. Szeretnénk, hogyha ennek lenne folytatása. Meg voltak a tanulmányok, mi csak ilyen társszervezőként léptünk be, ugye a táncegyüttes révén ebbe a történetbe, és a mi
ötletünkre hívtunk meg még két környékbeli táncegyüttest, a Mórahalmiakat, és ugye Dudás Bence révén a Csólyospálosi Kalapos Táncegyüttest. Szerintem egy nagyon színvonalas műsor kerekedett ki belőle, és a terv az az, hogy ezt itt akkor nem hagyjuk abba, hanem lesz folytatása. Levonjuk a tanulságokat belőle, meg ötleteket gyűjtünk még, meg kapunk még, meg menet közben bennünk is felmerült még egy-két dolog, hogy kellene ezen még alakítani. Hát nyilván az első alkalom ez volt a úgymond ilyen próba, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ez butaság így nevezni, de hogy ez nyilván fejlődik tovább, meg alakítjuk tovább. Nagyon jó tapasztalatokat kaptunk, vagy gyűjtöttünk onnan, és nagyon jó kis délután volt. A közeljövőre mik a tervek, hol is láthatjuk a Bababokra Néptánc Együttest? Hát mivel eddig ugye a prágai út miatt minden héten próbáltunk, most nálunk kitört a nyári szünet, ugye most egy kicsit így szabadjára engedtük a dolgot. Szeptemberben ugye velük már nem kell az év elején nagyon sokat előkészülni, úgyhogy belevágunk a munkába, és hát a szokásos Balázsjai Zöldségvirág Fesztiválon szoktunk ilyenkor szeptemberben megjelenni. Az, hogy melyik csoporttal, az még majd kiderül, de hát reméljük, hogy velük azért tudjuk folytatni így a munkát, és akkor minél hamarabb újabb fellépéseket begyűjteni, hogy azzal is minél több élményt kapjanak. Kistelek mellett mintegy 150 négyzetméteren égett a növényzet augusztus 10-én kora délután. A helyszínre a Kistelek hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik kettő hűsugárral eloltották a lángokat. Egy garázs gyulladt ki augusztus 13-án délelőtt Szegeden, a Török Kanizsa utcában. A tűz a szomszédos melléképületre, valamint a háztető szerkezetére is átterjedt. A szegedi és a kisteleki tűzoltók két egysége végezte el az oltást. A munkálatok közben 4 gázpalackot is kivittek az épületből. Személyi sérülés nem történt. 6000 négyzetméteren lángolt a zavar augusztus 14-én, kora este Üllés külterületén. A rózsai, a kisteleki, a kiskunmalsai és a szegedi hivatásos tűzoltók több vízsugárral végezték el az oltást. Munkájukat az üllési önkéntes tűzoltók, valamint a balázsai kutató és mentőcsoport tagjai is segítették. 4 vízsugárral oltották el az egységek a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem okozott komolyabb károkat a környezetében.